Az online számlázás 2018. júliusában indult. Az eredeti rendszer szerint a NAV felé csak akkor kellett a vállalkozásoknak adatot szolgáltatniuk, ha egy számla áfa tartalma meghaladta a 100 000 forintot. Ilyenkor a számítógépes program automatikusan továbbítja a számlát az adóhatósághoz. Idén júliustól viszont már minden Magyarországon bejegyzett, vállalkozás nevére kiállított számla után adatot kell szolgáltatni a NAV felé. Adatot kell szolgáltatni azokról a számlákról is, amelyek nem tartalmaznak áfát, vagy pedig az áfa összegének megállapításához szükséges százalék értéket. Nagyon fontos, hogy a NAV egyébként már 2018. júliusától biztosít egy ingyenes számlázó programot, az úgynevezett online számlázót, amivel egyszerűen és automatikusan online megtörténik a számladat szolgáltatás. Ehhez az online internetes programhoz most már telefonos applikáció is létezik. A telefonos alkalmazás főleg azoknak nyújt segítséget, akik eddig számlatömböt használtak, vagy nem helyhez kötött a vállalkozási tevékenységük. A mobil applikációnak a funkciói egyébként megegyeznek az online számlázó program funkcióival. A kiállított számlák akár az appon, akár az online számlázó webes felületén bármikor visszatekinthetők, visszakereshetők, módosíthatók, továbbíthatók. A kiállított, itt az applikáción kiállított, vagy applikációval kiállított számla egyébként akár azonnal továbbítható e-mailben, MMS üzenetben, Viber üzenetben, aztán akár Facebook Messengeren keresztül. A NAV számlázó applikációjának használatához először az adóhatóság online számla internetes aloldalán kell regisztrálni.